nemhogy a szennyezők fizetnek a magyar költségvetésnek azért, hogy mérsékeljék a klímaváltozást, hanem a magyar költségvetés és a magyar adófizetők fizetnek a szennyezőknek stratégiai partnerségi megállapodásokban. Az Európai Unió és a világ napirendjét nagyon sok szempontból most azt teszi ki, hogy hogy tudunk harcolni azért, hogy mérsékeljük a klímaváltozás hatásait. Az Európai Uniónak van egy 55%-os üvegházhatású gáz csökkentésre elfogadott terve, ami bár nem elégséges, de minimum követelmény ahhoz, hogy a klímaváltozást valamennyire mérsékelni tudjuk. De a kérdés, amit mindenki fölvet a világon és az Európai Unióban, az az, hogy ki fizeti azt, hogy átálljunk egy sokkal klímabarátabb gazdaságra. Erre az Orbán kormány válasza nagyon egyszerű, az, hogy a szennyezők fizessék, tehát a szennyezők globális nagyvállalatok fizessék ennek a költségnek a nagy részét. De mint az Orbán kormányban sok helyen, ez is csak egy szlogen. És az, hogy ez mennyiben egy szlogen, a legjobban a Coca-Colán látszik. Egy vizsgálat azt állapította meg, hogy a világban, hogyha a műanyag szemétnek az eredetét nézzük, akkor több mint 7000 cégből a legtöbb műanyag szemét a Coca-Colától származik. Ennek ellenére a kormány stratégiai partnerség keretében folyamatosan adófizetői pénzeket juttat a kólához. Több kérdést is föltettem azzal kapcsolatban, hogy a szennyező fizet elv alapján a Coca-Cola mennyit fog fizetni. Erre több, sőt megmosolyogtató válasz is érkezett. Sanda Tamás államtitkár úr például azt írta, hogy a Coca-Cola gyártásánál a cég alapvetően nem műanyagot gyárt, hiszen egy italt gyárt. Azt elfelejtette mondani, hogy utána ezt az italt legtöbbször berakják valamibe, ami az esetek többségében műanyag. A kormány nagyon sok multival kötött stratégiai partnerségi megállapodást az utóbbi időben. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azért, mert ők Magyarországon létesítenek mondjuk egy gyárat, ezért nekik nem kell adót fizetni. Tulajdonképpen mentesülnek a közteherviselés legnagyobb része alól, tehát nem kell ugyanúgy adót fizetniük, mint ahogy kéne mondjuk neked vagy a te cégednek. Nem kerül be ez a pénz a költségvetésbe, ami azt jelenti, hogy ezt a pénzt máshonnan, tehát tőled kell kipótolni. A kormány stratégiai partnerségi megállapodást kötött az ExxonMobil nevű olajcéggel is. Ez az olajcég azért nem nagyon kell magyarázni, hogy jelentősen hozzájárul a klímaváltozáshoz, és közben az a kormány, ami azt mondja, hogy a szennyezőnek kéne fizetnie, a te adófizetői pénzedet rakja bele az ő zsebükbe. Ha érdekel téged az, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, ami akar aktívan tenni azért, hogy mérsékeljük a klímaváltozás hatásait, akkor nincs más lehetőséged, mint leváltani ezt a kormányt. Ettől a kormánytól csak üres dumára várhatunk, és sok-sok nemzetközi vétóra, ahhoz, hogy valami történjen, ahhoz kormányváltás kell. I gotta hit the beat.